Na nézzük, hogy áll a szavazás, állítjuk. Endpoll, végeredmény, 34 embert érdekel. Az élmény beszámoló, úgyhogy... Ups! Transition. Azt mondja, hogy... Pá, Bly! Na hát... Bly, köszi szépen a raidet. Már a vége a műszaknak. Épp Seattle-i élménybeszámoló lesz, meg kép nézegetés. Srácok itt megszavazták, hogy ez legyen. Úgyhogy most ez lesz. Azt mondja, hogy ugye azt kell tudni, hogy ez a Broadcaster Royale, ezt Seattle-ben rendezték, ugye a selejtezőkön mi pont nem jutottunk ki, és 11-ek lettünk pont azon a döntőn, ahol ki lehetett volna jutni, és 3 ponton múlt, pedig nyertünk is egy meccset, nagyon izgalmas volt, nagyon jó volt, aztán elszomorodtunk, hogy pont 3 pont, ami egy kill vagy egy helyezés. De utána még volt egy közönségszavazás, ahol többek között különben Blájék is, meg Janiék is mind húzították a népet, hogy szavazzanak ránk, és azon meg a 3 csapat juthatott még ki pluszban, és mi ott meg 4-ek lettünk, úgyhogy nagyszerű volt. Mint végül kiderült, a Makataóék nem tudták elintézni a vízumot, és ezért szóltak nekünk, hogy mint plusz csapat, akik kb. Mindenhol a sorban ott álltak, hogy ha valaki kiesik, akkor be tudjon lépni, intézzük el a papírokat, és elintézzük a papírokat, és akkor így ki tudtunk menni. Ugye az egész utat fizette a PUBG, vagy inkább a Twitch, azt hiszem, nem tudom, hogy ki intézte a pénzügyeket, de lényeg a lényeg, hogy felszálltunk a repülőre Jónással, elmentünk Seattle-be, és az első nap, amikor megérkeztünk, akkor nagyon simán átmentünk a határon, alig néztek meg valamit, Jónás félt a testüregmotozástól, nem volt semmi, és Seattle-be is leszálltunk a reptéren, felszálltunk egy ilyen kvázi vonatra, ami bevitt minket a központba, ott leszálltuk, megtaláltuk a szállást, bementünk egy média napra, ami azt jelentette igazából, hogy ott készült rólam az a szuper fotó, amit láthattatok, ami az izé emót, Kodi VTF-en emót. És a Kodi VTF emót az igazából, hogy tök őszinték legyünk, a legjobban így néz ki, mindjárt megmutatom. Csak kicsit lassú vagyok. Így. Úgyhogy ezt kérem így használni, ez a hivatalos használati módja. Különben ők kérték a posztet, mondták, hogy csinálják mindenféle hülyeséget. Egy részét nem vállaltam el, mert azt gondoltam, hogy az nem lenne jó nekem. És az egészet fotózták, úgyhogy... Nem, egy csomóféle pózt kipróbáltunk, mert nagyon kedvesek voltak, ezt is elküldték utána az összes fotót, zöld háttérrel, mindennel, úgyhogy lehet majd őket használni. Igazából tényleg ez volt az egyetlen használat, a többien úgy nézek ki, mint valami idétlen öreg úr. Úgyhogy mindegy. Ezt megcsináltuk, pont Faglet volt ott, nem is tudom, hogy társa ott volt-e, szerintem nem is volt ott a társa, és meg még a, hogy hívják ők, a spanyolok, akik rohadt jól lőnek, csak már nem emlékszem a nevükre. Koldamenta és a társa voltak még. Mindegy, és utána elmentünk a városba szétnézni, mert igazából másnapra megint egy média day volt beiktatva, tehát ez szerdán volt. Másnapra média day volt beiktatva az amerikaiaknak és az ázsiaiaknak, úgyhogy mi elmentünk megnézni a várost. És ez Seattle belvárosa, nem messze a hotelünktől, ez az első fotó, amit csináltam. Ez a második, ami szintén egy kicsit tovább sétáltunk, igazából elindultunk
hát tengerpart felé, ami óceánpart, vagy egy öbölnek a partja igazából. Ugye Seattle az egy ilyen elég északon van, ugye Washington államban, nagyon közel a kanadai határhoz, és a nyugati partján az Egyesült Államoknak. És hát tengerparton van. Ami azt jelenti, hogy az éghajlata is olyan, hogy sosem lesz túl hideg, de sosem lesz túl meleg, mert ez a partmenti áramlatok mindig egyfajta ilyen mérsékelt hőmérsékletet tartanak, és mindemellett rengeteg felhő van, mert az óceánról bejövő ilyen páramennyiség az nagyon sokszor itt csapódik le. Ugye én voltam annak idején még San Franciscóba, az hasonlít egy kicsit az éghajlata. Ez északabbra van egy kicsit, és de az éghajlat az viszonylag hasonló volt. Annyi van, hogy közben átírom itt, nem tudom, talk show-ra izét. Hogy most mégis nem PUBG megy, de csak ennyi. Ezt gyorsan megcsináltam. A kanári szigetek szerintem ennél azért jóval melegebb lesz. Szóval Dani szerintem már készül. De ez csak egy tipp. De ott még nem jártam. De mondom, rengeteg fényképet néztem ott a kanári szigetekről, mert volt egy pálya, aminek a settingje ott lett volna. El is kezdtük megcsinálni, mindegy, ez egy másik történet. Na mindegy, szóval mentünk ki a partra, és végül kijutottunk egészen a tengerpartig, ami ugye Seattle-ről azt kell tudni, hogy ez egy hát kvázi iparvárosnak indult, annak idején hajógyártással foglalkoztak nagyon sokáig, és utána hajógyártással foglalkoztak, utána ide költözött a Boeing, nagyon sokáig repülőket gyártottak, a világháború után ez nagyon pörgött, vagy előtt nagyon pörgött, és közben, bocsánat, nagyon pörgött, utána ez egy kicsit ja, jó, Dani, majd megoldjuk. És aztán mindig ilyen hullámzó volt a teljesítmény, mert a hajógyártás után megint egy nagy munkanélküliség volt, akkor a Boeing, amikor kicsit visszavett a termelésben, megint nagy munkanélküliség volt. Azután kezdtek el ide betelepülni az IT cégek, különben többek között a Cs-nek is, tehát a Valve-nak is itt van, mindegy, a zöböl másik oldalán a ez egy barack. Meg fogom enni. Csak most beszélek. Nem, ez rendes. Hát egy hülye barack. Van szőre, csak nem sok. Na mindegy, lényeg a lényeg, hogy az IT cégek ide terekültek, többek között a Microsoft is innen indult, ez értelemszerűen rengeteg pénzt hozott a városnak. Maga a városkörben nem óriási nagy, azaz, hogy a belváros része jóval kisebb, mint például New Yorknak a belváros, mint Manhattan jóval kisebb. Tehát van egy ilyen jó pár háztömb, ami, de körülbelül úgy lehetne belülni, hogy ettől a toronytól, nem tudom, hogy látszik az egér a streamen, de hogy itt van ez a nagy kerék, és a keréktől, hogyha beljebb mentek, ott van egy kis csúcsos torony. Attól a toronytól egészen a Needle-ig tart a, hogy hívják, ez most itt nem lehet annyira látni, de vagy lesz fotó, ami jobban látszik, hogy pontosan mekkora is ez a belvárosi rész, és a többi az azért alacsonyabb épületekben. Tehát itt vannak az irodák, felhőparcok, stb. A többi az alacsonyabb épületekből áll. És itt van egy akvárium, ahol egy csomó tengeri lényt lehet megnézni. Most ez lett volna rá időnk különben, de végül nem néztük meg. De nem baj, mert úgyis akarok majd még ide jönni, majd feleségemmel eljövünk, megnézzük az akváriumot, az is nagyon érdekes. Ez itt különben pont az akváriumnak az oldala, ami látszik az úton oldalán. Ez meg egy, hát egy tintahal fémből. Közösség olyasmi volt, mint a WC-gén? Hát ezt nem így mondanám így, de az egész hangulat olyasmi volt kicsit, mint a WC-gén. Csak mondom, a PUBG az kevésbé kompetitív játék szerintem, mint a Csé. Tehát itt nincsen olyan, hogy ilyen nagyon kemény taktikázás, mert mit tudom én, annyira random az egész játék, hogy nem lehet szerintem annyira rágörcsölni, meg ráfeszülni. Az is lehet, hogy csak én öregszem, és már nem feszülök rá annyira, de hogyha belegondolok őszintén, nem. Vannak dolgok, amiket megpróbálsz kivitelezni, vagy sikerül, vagy nem.
De az a hangulat, hogy ugye fizetnek mindent, verseny van igazából, tehát most azt képzeljétek el, hogy kimegyünk Seattle-be mennyi, 4 nap, 5 napra, és annyi dolgunk van igazából, hogy egyszer-egyszer bemenjünk és játszunk egy versenyen, ahol PUBG-zünk, szóval nem olyan rossz. Nem olyan rossz. Kicsit olyan, mintha lenne egy munkát, és akkor tárgyalni mennél egy-egy napot, a többit meg nyaralással töltenéd, de ugye a tárgyalás sem tárgyalás itt, hanem konkrétan játék, ami tök jó. Na itt, igen, itt látszik az öbből part. Ez különben pont ugye itt van a kerék, ott a bal felső sarokban látszik, és az öbből, ami a, gondolom a hajógyártásból, meg egy elég, hogy mondjam, aktív kikötője van Seattle-nek, ugye a kereskedelem is itt pörög. Ezek ilyen óriási nagy ilyen rakodódaruk, amikkel az ilyen óceánjárókat teszik tele, hogy hívják okkal, konténerekkel. Itt meg sorban állnak, hogy fel tudjanak szállni a izére, a kerékre. Ja igen, Jónás kiszúrta, hogy Kodiaknak hívják ezt a uszájszerűséget. Sőt, lehet, hogy Kodiak Alaska, az AK, az azt hiszem Alaszkának a rövidítésen Alaszka államnak. Lehet, hogy ez konkrétan az, hogy hova valós. De nem volt rajta más izé. $169 lesz a Facecamon, és az a feliratkozók száma. És itt, ha már feliratkozók számánál tartunk, akkor meg kell jegyeznem, hogy még kb. 2 pont kell, hogyha igaz, amit a Twitch ír, de már csak egy pont kell, azt mondja, 1 pont kell, és meg lesz az új emotikon. Úgyhogy, ha valaki feliratkozik, hát Dani, nem az van, tehát, hogyha valaki feliratkozik, lesz még egy új emotikon. És ugye vannak új emotikonok, azokról most volt szó. De hogyha az előfizetők látják is, hogy mik az újak. Cody Flank, a Cody VTF, meg Cody Pill. Szóval, igen, eljutott ide is a hírnevem, de nem az vált, az van ugye, hogy a Kodiak név nekem onnan jön, hogy a Kodiak medve az a legnagyobb szárazföldi ragadozó, és ez egy sziget igazából Alaszkában, azaz, hogy az alaszkai félsziget alatt van egy sziget, ahol annyira Fly egy úr vagy. Fly egy feliratkozást ajándékozott. Nem is egyet, azt mondja. Fly egy gentleman. És megvan a 175 szakpont, gyerekek. Wow. Köszi szépen, Bly. Ja, kedves tőled. És NYP brand, azt mondja, hogy 14 éve nyírethezi 2-2 LAN 1.6-ban. Igen, hát az csoda, hogy emlékszik erre még valaki. Ja. Köszi, Bly. Szóval igen, a Kodiak szigeten akkorára nőttek ezek a barna medvék, mert annyira ideálisak a helyzetek, hogy azok kb. Nagyobbak, mint a jeges medvék. Ugyan van erről tudományos vita, hogy most tényleg nagyobbak-e vagy sem. Én szerintem nagyobbak, és menők a Kodiak medvék, ezért lett Kodiak a nevem, és ezért is van medve mindenhol. Azt mondja, hogy megyünk tovább, ugye ez még mindig a kikötő. Igen, a háttérben látszik a Mount Rainier, ami egy óriási nagy hegy, nagy részt felhő takarta, és nagyon nehéz volt megoldani, hogy a képekben benne legyen, de erről majd fogok beszélni, amikor odaérünk, hogy fotózzuk a várost. Robó Bence, ja. Na, itt, hogyha megnézitek ezt a képet, igen, ez megint ez a 66-os pírről, az a 66-os mólóról készült ez a kép, de majd visszajövünk egyik este is, mert annyira jól nézett ki ez a hely.
Különben ott a hotelben kaptunk egy pár ilyen, hát nem kaptunk, de ki volt rakva egy pár katalógus a városról, és abban volt az a helyszín, és azért is gondoltuk, hogy kinézzünk ide a tengerpartra, és nagy sépatrik, örülök neki. A Kodi Egérpad az, csak a Kodi Egérpad ad mindent legyőző akaratot, nem is tudom már, hogy van, de tudjátok. Olyan, mint a... Mindegy. Na, de hogy a képen az látszik, ahogy a 66-os mólóról hogyan néz ki a város. Ugye van itt egy kis kikötőrész. Azt írjátok már légy szíve a chatbe, hogy a izé látszik-e. A kurzort látjátok-e, vagy nem. Már akkor tudom nézni, hogy mutogassak-e vele, vagy sem. Vagy találjak valami más. Az ad neked erőt és mindent legyőző akaratot. Gábor B., köszi szépen. Na, szuper. Tehát a kurzoron akkor mutatom, hogy ugye itt van a kerék, ami mellett voltunk. A kerék mellett itt van az akvárium. Itt a háttérben látszanak azok a daruk, amikről beszéltem, ezek az óriás daruk, amik pakolják fel ezeket a konténerekkel. És itt van két óriási nagy stadion. Az egyik a Seattle Seahawksnak, az amerikai foci csapatnak a stadionja, a másik meg egy baseball stadion, nem tudom, hogy a Seattle-nek melyik baseball csapata van, a baseballt annyira nem vágom. És itt látszik az a kis csúcsos épület, amiről beszéltem. És majd látni fogjátok, hogyha itt még balra majd elnézünk, nem lesz most konkrétan ilyen fotó, de hogyha itt balra elnézném még egy kicsit, akkor nem sokára látszana, jóval messzebb a Needle. És akkor ez a belvárosi rész, amit itt látunk. De majd még lesz erről jobb fotó, főleg a Needle-ből. És igen, még annyi, hogy az akvárium itt, ez az akváriumnak az épülete az ez, amiben nem mentünk bele, de itt ezen az úton sétáltunk végig Jónással. És jöttünk fel ide a 66-os mólóra. Itt gömeépítkezés volt, ez nagyon érdekes információ, tudom. Na, aztán a 66-os Seattle Mariners, köszi szépen, Wolfi. Na, hát akkor ők a baseball csapat. Visszafele sétálunk most már fel a belváros felé, és itt egy bácsi ragaszgat ilyen kis bizbaszokat, amit nem tudom, de jól nézett ki, úgyhogy lefotóztam. Seattle Sounders, olyan is van. És még egy stadionjuk van. Orbán Viktor itt lakik Seattle-ben. Na, és akkor elindultunk a Needle felé. Amit itt látok különben, az egy monorail nevezeti cucc. Ez egy, hát egy sínes vasút. Ami igazából, mint én azt hittem különben, míg miatt Seattle-be jöttünk volna, hogy... Szóval azt hittem, mielőtt Seattle-be jöttünk volna, hogy az a vonat, amivel mi be fogunk jönni Seattle-be, a reptérről, az ez a monorail lesz, és szépen bevisz, és akkor ilyen futurisztikus akármicsoda fut végig a városon, és akkor ez egy ilyen hú, de szuper modern város. Na most kiderült, hogy úgy indult a vasútunk, hogy a reptérnek a negyedik emeletéről indult, aztán lement a föld alá, amikor beért a városba, és tehát egy ideig úgy ment, mint egy villamos, aztán bement a föld alá, úgyhogy teljesen buktam ezt az elméletemet. Cserébe kiderült, hogy a monorail az összvisz egy darab megállót tesz meg, hát a hotelünk mellől kvázi, a, nem is tudom már, West, akármilyen place-től a Needle-ig. És ennyi. Ennyi a feladata, hogy felmész oda a monorailre, és el tudsz menni a Needle-ig a belvárostól. De az egész szerintem, hát szóval így fail, de jó pofán nézett ki. Nem, azt így gondoltam, hogy gyakrabban is jár, ezért is nem fotóztam le, mert majd úgy is jön egy másik, hát nem jött, majd 10 percig, úgyhogy nem vártuk meg. De aztán felmentünk a Needle-be, és akkor a Needle-ben látszik igazából jól a belváros, meg hogy mi mekkora, meg stb. Hogyha nem tudom mennyire jó a streamnek, vagy igen, a streamnek a felbontása, de itt látszik a monorail, tehát hogy kb. Itt kanyarodik be, így, és itt bemegy a belvárosba. Ez a monorailnek az útvonala. Ott háttérben látszanak a stadionok, itt van a Mont Trainer, ami szintén alig látszik ezen a izénél.
Hát brand, ez ilyen. Ez... én nem sajnálom, mert szerintem nagyon jó a Battle Royale, tehát nagyon izgalmas játék, stílus. Már a Csé, hogy mondjam, a Csé sokkal ráfeszülősebb, sokkal komolyabb, sokkal nehezebb is, én azt gondolom. Na, Century Linkfield, igen. Na, akkor ugyanabban a stadionban vannak. Na, brutális különben, hogy mekkora. Majd arról is mesélek, már arra is járkáltunk egy kicsit. Na, és ott látszanak még a daruk, amiket szintén fotóztam, meg itt ebben a kis izében látszana az óriás kerék, ami az én. Nem a BTC. Nem, ez a Needle-ben vagyunk fent. Ez a Space Needle nevezetű dolog, amit egy fotóval előbb itt mutattam. Oda mentünk fel. Egy lift visz fel, itt lehet látni a kis liftet. Felvisz a lift, és akkor felmész a tetejére. Először azt gondoltuk, hogy itt körbe lehet menni. Hát itt egy üveg van előttünk, látszik is a fényképen, hogy kicsit tükröződik. Attól függetlenül tetszik nekem ez a kép, hogy tükröződik az üveg, meg itt látszanak a turisták, pedig nem szoktam őket szeretni, a turisták. Itt egy kicsit jobb felbontású kép erről, mert a képeket megtaláljátok a Facebook oldalamon, tehát hogyha akarjátok, igazából együtt is nézhetitek velem jobb felbontásban, mint a stream. Ha előkeresem a Facebook oldalamat, és be tudom linkelni nektek. Azt mondja, hogy... Hát azt hiszem ez az. Elég hülye link. Nézzétek meg, hogy működik-e. Na, ahogy nézem, ezt a fotót azért egy kicsit egyenesebbre csinálhattam volna, de az elkerült a figyelmemet, mert kicsit, mintha dőlne balra. Ettől függetlenül ugyanaz látszódik. Instán nem lesz fent az összes kép, tehát az biztos. Egy-egy képet fel fogok rakni Instára, de nagy része itt Facebookon lesz elérhető, meg majd 500 pixelre mennek ki az igazán jó. Na, na mindegy, talán ennyi elég. Itt a belváros tök jól látszik, ugyanúgy a háttérben ott van a stadion, meg Montrainer, ami megint alig látszik, mert alig látszik. Mert. Na, egy kicsit rázumoltam, hogy látszódjon, és akkor itt lehet jobban látni a stadionokat is egymás mellett. Különben nagyon durva, mind a kettőnek ilyen eltolható teteje van a stadionoknak. És hát azt képzeljétek, hogy egész ilyen izét ott, nem is tudom, tehát egy nem tudom, óriási nagy, tényleg, óriási nagy, és a tetejét így kibenyitogatják, attól függően, hogy esik az eső, vagy nem. A lazán csinálják a srácok. És tényleg óriási nagy. Itt jól látszik, jobban látszik a Montrainer, de azt kell tudni, mielőtt kimentünk volna, a Seattle környékén, Washington államban nagy tűzvész volt, és mindent belepett ez a smog, ami a tűz. Blackoutot nem néztem, nem próbáltam, valószínűleg sem megy a gépemen, de és most nem is nagyon van időmre. És a tűzvész miatt egy smog volt mindenhol, és nem lehetett látni semmit, és alig lehetett normális fotókat készíteni, de mire mi odaértünk, szerencsére a... Szia, Joker! Megint nem jelzett a izé? Nem szokott különben. Ugye? Ugye, menyus? Igen. A különben azt nézzétek meg, hogy a mobilos dolgot próbál. Lehet, hogy a mobilos meg a izé összeakad, lehet, hogy van mobilos értesítés. Hát nem tudom. Nem tudom, mi van az értesítésekkel. De az, próbálom tartani különben a szerdát, hogy szerdán mindig legyen egy stream. És általában van. Meg figyeljétek a menetrend izét, ott van egy Google naptár, hogyha arra feliratkoztok, vagy berakjátok magatoknak, akkor látjátok, hogyha berakok streameket. Na, itt megint a monorélt lehet látni, hogy megy be a belvárosba, ezt most már nem mesélem tovább. Itt valaki ez alatt a kép alatt megjegyezte, hogy jó messze van a kék.
vagyis hát a fehér zóna, nagyon, nagyon vicces különben, tényleg ott a felhők között volt egy rész, ahol besütött a nap, sehol máshol. Sehol máshol, és mindenhol máshol ez a nagy felhőtakaró volt a város felett. Ja igen, mert az volt, hogy ugye, eddig az összes kép fentről készült, vissza is megyek egyen, tehát fent vagyunk, ott egy ilyen üvegkupola van kvázi, gondoltuk, oké, elég volt, ebből lejövünk. Most kiderült, hogyha lejössz, akkor még van egy szint, ahol, itt mutatom is, üveg van alattad, és forog az egész körbe-körbe. Úgyhogy itt még maradtunk egy kicsit, és megnéztük, hogy innen mi látszik, innen is nagyon jó volt a kilátás. Itt egy kicsit jobban lehetett az üveggel játszani, mert közelebb tudtál hozzá menni, és akkor nem tükröződött vissza. Még mindig az van, hogy felül-alul belógnak a... ezek a, hát az épületnek a kis dolgai, de azért elég szépen látszik, hogy néz ki a város. És mondom, az egész forgott körbe-körbe, miközben alattunk is be lehetett látni, hogy mi fölött megyünk, megint a monorail látszik, ahogy bemegy a belvárosba, hogy látszanak ezek a nagy hajók. Ez egy komp különben, amit itt láttok elmenni, és a komp az, mert itt három, hát, szóval itt sok öböl van, Seattle-ben, és akkor az öbölnek az egyik partján ez van, a másik partján az van. Mondom, itt van a Cségónak is, tehát a Varnak is az irodája, csak ők a másik oldalon voltak itt balra. Jó, akkor itt látszik az, hogy igen, mi van alattunk. És aztán felmentünk a Kerry Parkba. Nincs kép a Kerry Parkra, nincs kép a Kerry Parkra. De ugye ott voltunk eddig fent a Needle tetején, és akkor lejöttünk ide a Kerry Parkba, ahol látszik az egész város, a Space Needle, és a háttérben a Montrainer. És a... Ez különben érdekes, amit írtok, meg Heavy Weapon magá is felveszi, vagy felvetette, de én is ezt, én azt érzem, hogy annak ellenére, hogy a Csében két csapat játszik egymással, a PUBG még mindig érthetőbb sokszor. Tehát mondom, a Csé azt szerintem sokkal-sokkal összetettebb és bonyolultabb játék, hogyha profi szinten csinálod, a PUBG meg nagyon-nagyon random. És mellette nagyon-nagyon fun is, de leginkább csak nagyon-nagyon random dolgok vannak, mert egy csomó dologra nem tudsz egyszerűen felkészülni. Tudsz jól helyezkedni, meg tudsz jól csinálni dolgokat, de hogyha éppen nincs szerencséd, vagy rosszul jön ki a kör, annak ellenére, hogy te mindent megtettél annak érdekében, hogy ne legyen így, akkor is megszívhatod. Bruce Lee sírjára nem volt időnk, de hogy őszintén, engem annyira nem is érdekelt a sír, mert ez csak egy sír. Ezek a fotók jobban érdekeltek, főleg azért, mert megvártuk itt a naplementét, most viszonylag felhős az idő, amint látjátok, és kíváncsi voltam, hogy hogyan fog látszódni a háttérben a hegy, miközben megy le a nap. Hát, érdekes. Ez elég bonyolult fotózni ezt a részt. Mert ahogy lemegy a nap, egy ideig megvilágítja még a Montrainert, de közben még a városnak a fényei nem gyúlnak ki, és a kettő nem elég kontrasztos. Amikor meg már lemegy a nap, és kigyúlnak a város fényei, akkor meg már alig látszik a Montrainer. Úgyhogy majd mutatok képeket erről, hogy sikerült, meg mi sikerült. Bedantal. Mi ez? Kodi Poli? Máté, nem tudom. Soptei Máté. A felkelt olyan maci sajt, és akkor meglátod, hogy mi az a maci sajt, kiírja a link. Itt megint a Needle látható. A belvárossal a háttérben. Itt egy Montrainer látható, egy repülővel ott fent. Nagyon jól nézett ki különben ez a hegy. Itt egy néni látható, ahogy fotózza a várost. Na, és akkor ez lett szerintem az egyik jó kép, vagy egyik jobb kép.
Itt még ugye megy le a nap, lehet látni, hogy egy kicsit megvilágítja az ég alját ott a háttérben, de még azért messze nem gyúltak ki a fények. És amikor kigyúlnak a fények a városban és mindenhol, és már kvázi lemegy a nap, és ez a felhőtakaró van mindenhol, akkor az van, hogy már a háttérben alig-alig látszik a Montrainer. Szóval kihívás volt itt fotózni. Igazából amit kellett volna, hogy hajnalban felkelünk, és kijövünk ide, és hajnalban pont az ellenkező irányból süt a nap, és megpróbálni azt, mert akkor a hegy sziluettje biztos látszott volna, és hogyha be van világítva még akkor, hogy meg van világítva, akkor még a város, tehát égnek a lámpák, itt ottam ott, akkor az jól nézhetett volna ki. Nem fogyó peron, csak nincs itthon kaja. Nem, most egy gyümölcs nap van. Ezt találtam a hűtőben. Na, utána volt egy napunk, nem csak át kell gondolnom az eseményeken, mert ez volt az első nap. Ez most már a következő nap, amikor nem tudom, mi a rákot csináltunk, mert kb. Egész nap, ez nem tudom, hogy került ide ez a kép. Ez lehet, hogy itt el van csúszva. Mert ez még ez a, lehet, hogy ez el van csúszva, ez az, amikor, nem tudom. Azt hiszem, tudom, hogy küldte. Valami, indulsz? Már konkrétan? Ja, itt a reggelinkre várunk Jónásra. Ja, ez az, megvan. Összeraktam. Ez másnap reggel van. Amikor ja, hozzám főzni. Ja. Aranyos vagy. Na. Szóval hajnalban, nem hajnalban, hát hajnalban, azért hajnalban, mert ugye a jetlag miatt átálltunk egy olyan rendszerre, hogy körülbelül este 8-9 körül már elég álmosak voltunk, 10-re meg puff, bedöltünk az ágyba, és aludtunk. És reggel 6-kor már kipattant a szemünk, és jöttünk reggelizni. És ez az első hely, ahova elmentünk reggelizni, nagyon szuper kis hely volt, olyan reggelit kaptunk, hogy beszartunk, tényleg sült, krumpli, bacon, minden, stb. Ezt mi fizettük magunknak, lehetett volna különben. Ja nem, erre a napra nem volt reggelink a helyen, mert még ugye nem érkezett meg az összes csapat, és a catering még nem állt fel. Tehát nem rakták össze a cuccokat. Úgyhogy itt reggeliztünk, utána belmentünk a városba sétálni. És akkor én elkezdtem vandálkodni, kuligánkodni, és akkor a paticákat ragazgattam mindenhova. Volt nálam azt hiszem 5. És akkor szépen... Hát Bly, kvázi igen, mert igazából 2 napunk volt pihenni, mert az első nap megérkeztünk dél körül, estére mondom hullák lettünk, lefeküdtünk, megcsináltuk ugye még aznap a Media Day-t, második nap az full szabad volt, akkor Media Day volt az ázsiaiaknak és az amerikaiaknak, akik most érkeztek, és utána pénteken játszottunk. Az az érdekes, hogy én utálok repülni, tényleg gyűlölök repülni, és mindig rosszul vagyok, hány ingerem van, stb. És úgy begyógyszereztük magunkat Jonesy-val, hogy mind a ketten toltuk magunkba a dedalont, amennyit csak lehetett, meg amennyit vittünk, és így egész elviselhető volt az egész. Az az érdekes, hogy odafel az időeltolódás az egyszerű volt. Sejtem, miért kérdezed, Lány. Szóval odafel az időeltolódás az nagyon egyszerű volt, mert mondom, úgy jött ki, hogy este 10-re hullák voltunk, és le tudtunk feküdni úgy, hogy aludtunk reggel 6-ig. És ez tök jó volt, mert akkor ráálltunk egy olyan rendszer, hogy reggel 6-kor kelünk, este 10-kor fekszünk,
minden szuper. Visszafele nagyon szar volt. Visszafele én napokig nem tudtam, hogy mi van. Azt hittem, hogy visszaálltam normálisan, aztán kiderült, hogy nem, és akkor fenn voltam egy egész éjszakát, és akkor utána arról visszaállni rendesbe, hát a katasztrófa volt. Repülőt vagy Jones? Nem, ja, elkezdtem válaszolni, csak még kifejtettem a repülőutat. Tehát a repülőút az magában sokkal könnyebb volt, mint amire számítottam. Jonesy különben annak ellenére, hogy egy pöcs tud lenni, azért teljesen jó szobatás volt. És amit különben csodálok, hogy nagyon kooperatív volt a fotózásban, tehát mindig jött, fotóztunk, mondta magát, mint a szar szerintem, de ott volt. Szia, Nóri! Ja, igen. Nagyon durva, mennyit azok utaznak. És így nem azt tudom tényleg ők, hogy bírják. Szóval egész jól el voltunk Jonesy-val. Meg hát, hogy nézzétek meg a vlogját, most már kijött a második része. Persze, hogy velem aludt, haladott volna. Na, itt megint ott vagyunk ennél a csúcsos épületnél, amit már mondtam nektek, innen kezdődik. Ez különben az egyik legrégebbi felhőkarcoló Seattle-ben. Egy ideig ez volt a legmagasabb felhőkarcoló, hát látszik, hogy azóta ezt azért bőven túlszárnyalták. Hát ez valószínűleg régebben is épült. Gondolkodtunk, hogy felmegyünk ennek is a tetejére, de aztán vagy nem volt rá idő, vagy nem volt kedvünk, de nem is lett volna annyira jó onnan a kilátás, azt megnéztük. Nem volt kupi. Ja, mi? Ja, milyen? Nem. Az csak a Jonesy-nak az egy agyszüleménye. Na, és akkor itt vannak, ez a legmagasabb épület, ez sok helyről lehet látni, mindig a Needle mögött ott van. Már nem is tudom, minek az irodaháza. Talán valami bank lesz különben. De nagyon szép, ahogy ki van alakítva az egésznek a környezete ezekkel a kis, hát kvázi kertekkel, meg fákkal, meg akármikkel. Nagyon igényesen és szépen néznek ki. Ja, hát itt lehetne mit tanulni a magyaroknak. Ez egy nagyon furcsa épület volt. Az van, Bly, hogy igen. Nem látszik itt rendesen a kép, mert máshol vágja el a screent. Tehát azért mondtam, hogy különben vagy az Indafotón nézzétek meg a izéket, vagy a Facebookon be is linkeltem az előbb, nézzétek meg a fotókat, mert jó, ott sokkal szebbek a képkivágások. Nem tudom, hogy erre rá lehet kattintani, nagyon hülye ez a link. De igen, de a különben jogosabb fel, tényleg több hely kell a tetején. De van is. És ja, ez egy nagyon furcsa épület volt, aminek az alja így elkeskenyedett. Vannak ilyenek. Na mindegy, szóval majd itt az volt különben, hogy ezen a napon fogtuk magunkat, és kimentünk a város szélére, egészen Chinatownig, de úgy, hogy gyalog. Lementünk, ugye megregeliztünk a izébe, utána bementünk a belvárosba, elmentünk, itt megint látszik a háttérbe, hát itt alig, de az a csúcsos épület. Elmentünk kb. Addig a csúcsos épületig, ami mondom, a régi, legmagasabb felhőkarcoló volt itt a városban, és utána Chinatownon keresztül felmentünk addig az felüljáróig, ahol bejön a nem tudom én milyen összekötő út, hát ezek Amerikában úgy csinálják, hogy hát nem M0-ás elkerülő, meg mit tudom én micsoda, ami keresztül a városon megy az autópálya kvázi, és ja, hát ez kicsit hangos, de hát mit tudom én, nekik így jó. A tengerparton például, vagy az óceánparton, ott ilyen több szinten mennek az utak, tehát így út, aztán alatta egy út, ilyen emeletes utak vannak, úgy mennek a tengerpart izé. Hányassal fotóztam? Hát három objektívet vittem különben magammal, nekem a kedvencem a 16-35-ös nagy látószögű objektívem, azt használom a legtöbbet, aztán volt nála, az egy 2.8-as, volt nálam egy fix 50-es 1.4-es, nem az 1.8-as, bocsánat, Jani az 1.4-es, az egy másik, egy fix 50-es volt még nálam, és utána egy
hát 73-100-as teleobjektív, amit különben sokszor kellett használni, de utálom sajnos, mert ez egy kit objektív, egy szar is, a széleit is elmossa a képeknek, szóval nem szeretem annyira. De például a Seattle-i távoli városképek, amiket a Kerry Parkból csináltunk, és rajta van a Needle, a város és a Montrainer, azok mind... Ja, az egy jó objektív. Mármint úgy 2.8, hogy 2.8 a fényere, 2.8. De mindegy, szóval azt akartam mondani, igen, hogy elmentünk a felügyeletekre, és aztán visszasétáltunk a városba, és aztán megkajáltunk, azt hiszem, meg még ott elbohóckodtunk, és aztán este megint elmentünk fotózni. Köszi, Dani. Ezek. Ezt érdemes megnézni, a Jónás dokumentálta az eseményeket ilyen blog formájában. Na, és utána este kimentünk fotózni, ugyanúgy a 66-os nézére, mólóra. Itt már látszik, hogy tök jó idő kezd lenni, sajnos ez a felhőtakaró az egész végig megmaradt. És akkor itt van a esti fényekben pompázó Seattle-i tengerpart, vagy óceánpart. Ugye a háttérből ott látszik, hogy ki van világítva a stadion. Ez itt valami étteremszerűség volt. És én kb. Mindig, amikor utazok, akkor, sőt, mindig bárhova megyek, rajtam van egy hátizsák. Ebben a hátizsákban van benne a fényképező és az objektívek, meg bele tudok rakni egy laptopot, meg még egy pár, nagyon pár dolgot, tényleg nem sokat, kb. Egy pulcsit, meg talán egy kiflit, vagy ilyesmi. És én ezzel utazom, ezen kívül, ami minden más, ami nálam van, az megy a csomagtérbe. Úgyhogy, és ezt a hátizsákot, ezt fel tudom vinni a repülőre, ez pont akkora, hogy minden, még a izé járatoknál is, ezeknél a budget járatoknál is elfogadják, és megengedik, hogy felvigyem. Az az érdekes, heavy weapon guy, hogy ugye amikor megérkeztünk, szerda volt, és szerda úgy látszik nem az a nagy turista nap, és ugye még a PAX se kezdődött el, és sehol nem volt senki. Tehát amikor felmentünk a Needle-be, ott volt ilyen kordon, hogy hogyan kell sorban állni, senki nem volt. Nem maradtam magra. Szóval igen, szóval ott tartottam, hogy nem volt szerdán senki a városban szinte, és még a Kerry Parkban se voltak annyira sokan, mint amennyire sokan a többi napon. Úgyhogy a Needle-be is azonnal feljutottunk, nem kellett sorban állni, és igazából az volt az egyetlen olyan hely, ahol sorban álltunk, mert be akartunk jutni, mondom, az akváriumot nem néztük meg, más nem nagyon volt, ami úgy érdekelt volna minket. Még a PAX-ra bemehettünk volna, de az megint egy másik sztori, benne van a logba, hogy jártunk azzal. Ez a tengerparti rész, ez tök szép volt, tök jól nézett ki innen a város. Elég érdekes volt különben az a felhő koncentrátum, ami fölöttünk jött. A végére, mikor Jónásnak sokáig magyaráztam, hogy milyen bonyolult ez az éjszakai fotózás. Ugye van, a kék órák azok úgy néznek ki, hogy van egy, hát van egy órád, amikor, nem tudom, itt nálunk úgy volt, hogy 9-kor ment le a nap, és akkor 8-tól 9-ig úgy van, hogy így megy le a nap, és akkor van egy pár rész, amikor tök jól megsüti az épületeket, meg a környezetet, a lemenő nap ilyen narancssárgás fényben, és akkor az tök jól néz ki. Utána az eltűnik, elkezd egyre kékebb lenni az ég alja, elkezdik felgyújtani a közvilágítást, akkor van ott egy, nem tudom, fél órád, amikor nem tudsz mit csinálni, mert
nem lesznek jó képek, tök mindegy mi van, és aztán hirtelen felgyújtják a közvilágítást, meg elkezd tényleg kontrasztosan látszani az ilyen felhőkarcolóknak, meg irodaházaknak a fényei, és innentől már csak állvánnyal, meg hosszú záridővel tudsz rendesen fotózni, és innentől van, tehát hogy főleg, hogyha 30 másodperces záridőt használsz, akkor van egy olyan, nem tudom én, 10 képed, vagy jó, 20 kép, amit ellőhetsz, mert utána elmúlik ez, tehát elmúlik az a window, amikor azok a fények vannak, amik jók lesznek. Utána meg túl sötét lesz minden, és túl kontrasztos lesz a háttér, túlságosan kiég minden, ami világít, főleg ahhoz képest, hogy milyen sötét lesz az ég. És itt pont az volt, hogy nagyon mérges vagyok emiatt a fotó miatt, mert fölöttünk beúszott ez a luk a felhőkben, csak addigra ért oda, hogy kb. Még két fotót tudtam csinálni, és utána már totál elsötétedett az ég. És nem helyezkedtem át, pedig ezt a baloldali épületet be lehetett volna sokkal jobban tenni. Itt látjátok, az előző képen tök jól benne van az épület, persze egy más formátumú fotóról van szó, de utána, hogyha átpozícionálom magam egy kicsit, hogy ez teljesen benne legyen ez a baloldali épület, fölötte a lukkal szerintem sokkal-sokkal szebb fotó lehetett volna, de ezt ott se jutott eszembe, meg gondoltam, jó lesz ez így, de nem, szerintem nem néz ki olyan szép, hogy itt el van vágva. Az nagyon jól néz ki, hogy itt van ez a felhők között ez a luk, de mi mérges vagyok emiatt a fotó miatt. Na, de a következő napunk az ugye a versennyel telt, úgyhogy elmentünk, aludtunk, reggel bementünk. Szakszó. Hát, az van, és ez megint egy érdekes dolog a fotózáshoz, ugye Jonesy hozott egy kompakt gépképet, ami egy valami nagyon durva, nem tudom én, 18-szoros zoom, vagy mi volt rajta egészen, tehát nagyon durván be tudott zoomolni, nagyon jó, viszonylag jó volt még a fényere is az objektívnak, csak ugye az érzékelője azoknak a gépeknek sokkal kisebb, messze nem tud annyi részletet elkapni. És mindjárt térek az utómunkára is. Hogy hívjákok? Nekem egy 6D-m van. A 6D az egy full frame-es gép, és a full frame-es gépeknek az a specialitása, hát azért is full frame-es, mert sokkal nagyobb az érzékelője, mint a többi gépnek. Pont akkor az érzékelője, mint régen a rendes filmes gépeknek volt. Most ez nem tudom pontosan menni, azt hiszem 3,6 nem tudom, centi. Azt hiszem 3,6 centi. Az reális is, vagy hát a fene se tudja. Lehet, hogy nem tudom én, másfél is, nem tudom. Lényeg az az, hogy meg lehet nézni. Lényeg az, hogy annak van a legnagyobb, a full frame-es gépeknek van a legnagyobb érzékelője, és ez azért nagyon fontos, mert nem az számít, hogy most hány megapixeles képet tud magából kisajtolni a gép, mert az, hogyha szar az érzékelője, akkor lehet bármekkora, egyszerűen a részletek nem lesznek ott. A full frame-es gépeknél ott vannak a részletek, ráadásul minél több ilyen érzékelő van, annál több fényinformációt tud elpakolni az érzékelő, és annál több minden lesz benne a RAW képekben. És ugye én mindig RAW-ban fotózok, de olyan szinten RAW-ban fotózok, hogy még csak JPG-t sem mentek mellé, hanem később aztán utómunkázom őket Lightroom-ban. És ez azért is érdekes, mert például lefotóztuk a Shroudot, meg a mit tudom én, mit a Jonesy-val ott haverkodnak, és nem tudtam neki odaadni a képet, mert az én pont a laptopomon nem volt rajta Lightroom, nem tudtam kiexportálni, a DNG-t semmi nem kezelte, és csak úgy tudtuk különben rögtön kiposztolni Instára, ahogy hívják ott, a Shroudos képet, hogy a fényképezőnek a LCD kijelzőjét a Jonesy lefotózta telefonnal, és azt kirakta Instára. Szóval Instán az a kép, ami kint van, az így került fel. Na mindegy, ez csak azért érdekes, mert utómunkázva vannak a képek, és már ugye amikor fotózol, és mondom, én RAW-ban fotózok, akkor ez elment egy csomó információt. Például elmenti azokat az információkat, hogy minden egyes pixelre kb. Elment fényinformációkat. Ez azért nagyon fontos, mert a RAW-ban ezt utána, tehát konkrétan utóra tudod állítani, hogy mennyi legyen a blende nyílás. Nem az, hogy milyen legyen a mélység, édesség értelemszerűen, de
3,7 centi. Köszi szépen, Chef Dani, akkor nagyjából közel voltam. Tehát lényeg az az, hogy elmenti ezeket a fényinformációkat, és utána tudsz játszani a fényekkel, tehát meg tudod világosítani azt, ami... Mert amikor a fotógép fotóz valamit, az mondom, az alapvetően annyi, hogy bejönnek az érzékelőjére információk, ők ezt elrakja. És ez nem mindig fedi a valóságot. Tehát egyszerűen az, amit ő fotóz, az nem ugyanaz lesz, mint amit te látsz. Mert a te szemed teljesen másképp értelmezi azokat a bejövő fényeket, másképp tud kontrasztokat érzékelni a háttér és a fények között, másképp, egyszerűen tényleg másképp néz ki. Azzal, hogy utána utómunkázza az ember, nagyjából vissza tudja pöcögtetni oda, hogy milyen volt ez valójában, sőt, túl is lehet ezen menni. És van, aki szeret nagyon túl menni, én nem szeretek nagyon túl... 3,2? Hoppá. Jó, hát akkor sem voltam messze. Akkor, igen, akkor kicsit nagyobbat mondtam, mint amekkor. 3,2. És az utómunkázást én mindig próbálom úgy csinálni, nagyjából visszaadja azt, amit látunk. Ez egy kicsit talán túl van túlva olyan szempontból, hogy itt nagyon világosnak tűnik az ég, ennyire azért nem tűnt világosnak az ég, de itt pedig nagyon jól nézett ki, hogy így lehetett játszani azzal, hogy kivilágosítom az eget, és közben ugye itt van a világító fények a városban. Aztán megint lehet azon gondolkodni, hogy most igazából itt különböző irányzatok vannak. Ki milyen képeket szeret, meg a fotósok milyen képeket szeretnek csinálni. Én mindig szerettem, tehát ezeket a képeket kb. Majdnem egy hétig csinálgattam, nem folyamatosan persze, de mindig csinálok egy adagot, akkor ott hagyom, akkor visszanézek rá, megnézem újra, hogy most jó ez, így nézette ki, vagy tetszik-e, vagy legyen még kontrasztosabb, vagy mit tudok vele még javítani, és akkor mindig visszanézegetem őket, hogy hogyan lehet vele mikropixel, köszi szépen, akkor 36x24 mm. Majdnem akkor, mint a Kodiaq-ér vagy, ja nem, az centiméter. Na, és utána másnap fogtuk magunkat, ugye megvolt, ez már az az éjszaka, amikor lement a versenynek az első napja, és ugye sikerült bejutnunk a döntőre. Úgyhogy ez a pénteki napnak az estéje, amikor kimentünk egy másik parkba, itt megint látszik a két stadion, ez itt a Safeco vagy Safeco Field, vagy nem tudom, hogy kell ejteni, Safeco. Igen, és akkor ez meg valószínűleg akkor a... Vagy várjunk csak. Nem, Safeco, akkor ez a izé, ez a baseball pálya, és akkor ez meg a foci pálya. Egyik nagyobb, mint a másik. Na de itt a parkban sétálgattunk egy kicsit, és nem találtunk normális helyet, ahol fotózni lehetett volna, de persze az is tele volt hajléktalanokkal. Jónás már aggódott is, hogy le fognak minket ütni és megölnek, de ez nem történt meg. Kijöttünk a parkból, kimentünk erre a felüljáróra, ahol látszódik itt az egész város, és ezekkel a képekkel annyira nem vagyok megelégedve, mert ugye itt ellenfényben van a város, és a háttérben... Na mindegy, szóval ilyenkor igazából nem lehet mit csinálni. A nap így megy le, így süt, ilyen fények vannak. Ez van, ezt kell szeretni. Lehet, hogy a felhőkkel lehetett volna egy kicsit nagyobb szerencsénk. Így alakult. De ugye megint látszik ez a nagyon magas épület, amiről már volt fotó, ami mondom szerintem a legmagasabb Seattle-ben. Itt van ez a felüljáró, amin voltunk az előző nap. Igen, kiutaltak volna minket. És ugye megint itt látszik a régi felhőkarc, ami régen nagyon magas volt, de aztán már nem. Jó, akkor ezen az... És itt, ja igen, itt... Az a, nem csak, lehet, hogy itt csinált Jónás olyan fotót, amin... Úgy látszik, azt nem raktam fel. De a Facebookon kint van egy olyan fotó, amin itt is ragasztottunk ki Kodiaq matricánkat, és ezt le is fotózta Jónás, ahogy én ott fotózok, és ott a Kodiaq matrica is. Jó, és akkor még egy utolsó kép innen.
Ja, hát ez az, amit mondtam, hogy így konkrétan keresztül megy az autópálya a városon, remszároznak. Szia, holnap nincs edzés, Attila. Holnap nincs, mert viszik el a gépeket a pécsi Playit-re. Ja, ezeket a hosszú záridőzéseket én is szeretem. Ilyenkor ugye teljesen elmosódnak az autóknak a fényei, ugye a féklámpák, nem is féklámpák, de a hátsó lámpák, itt meg az elsők látszanak. Ezek mennek ugye be a városba, értelem szerint a többi meg jön kifele onnan. És, ja. Itt még kicsit látszik a naplemente a háttérben. Nagyon érdekes különben, hogy itt milyen vörösen izzik a naplemente, itt meg az ég meg már tök világos. Hozzáteszem, ez is utóbb munkázott, tehát itt is bőven kellett azért a fényekkel játszani, hogy egy ilyen hatást legyen. Az eredeti kép az messze nem mutatta azt, amit te láttál. Ez meg lehet, hogy egy kicsit többet mutat, mint amit az emberi szem lát. De ez egy ilyen dolog, tehát én igyekszem olyan képeket csinálni, ami nagyjából megfelel a valóságnak. Lehet, hogy egy kicsit azért túl van. De én is szeretem, hogyha kontrasztos, meg éles. Én ezeket szeretem. Jó, és utána másnap, ugye szabad napunk volt. Ja, hát ez sajnos ilyen. De jövő héten majd lesz. Ez különben 30-assal lett fotózva szerintem, tehát ez 30 vagy 25 másodperc, most fejből nem tudom. De tökre lát, tehát igen, az van, hogy a hosszú záridő az egy dolog. A másik dolog az, hogy nagyon szűkre kell venni a blendét. Akkor van az, hogy megkapod ezeket a csillogó, sokágú fényforrásokat. Hogyha ezt nem veszed kicsire, akkor egy nehezebb is hosszú záridőt csinálni, mert rögtön több fény jön be. De a, mondom, ez 22-es blendével van csinálva szerintem, tehát nagyon-nagyon kicsire van véve, és azért vannak ezek a kis csillogó fényforrások. Jó, másnap ugye egy szabad napunk volt, és akkor be tudtunk menni megnézni a meccseket, sőt, miután itt most már bent fogunk reggelizni, tehát bent reggeliztünk, már tegnap is bent reggeliztünk, és tudtuk közvetíteni ugye a helyszínről a Saudéknak a csoportmeccsét, ahol ők sajnos nem jutottak be, és ilyen volt a kialakítása a színház körül, hogy volt drop, volt tuk-tuk, voltak AVM lőszerek, ott a háttérben Tweedy cigizik különben, volt mi ez, buggy, kétüléses, sőt ez háromüléses buggy, és utána a helyszín bent pedig, ugye itt van az a, de teljesen a színpadhoz közel kaptunk helyet, ahol tudtunk közvetíteni. Saudék miért trollkodták el? Szerintem nem úgy indultak neki, hogy eltrollkodják, hanem nem tudom, ugye meg is nyertek egyet, és végig ugyanazt a taktikát csinálták. Tehát agresszívak voltak, bátrak voltak, és ez egyszer tök jól bejött nekik, csak utána összeakadtak olyan játékosokkal, akik, mondom, szerintem ők is meglepődtek, hogy milyen jó. Nem mint, hogy ők nem játszanának jó játékosok ellen. De egyszerűen ezekkel a játékosok ellen nem engedheted meg azt, hogy hibázzál, mert amint hibázol, akkor annyi, akkor ott vége a meccsnek. És konkrétan ugye, amelyik izét elbukták, ott Saud az izével ment, crossbow-val, meg mit tudom én micsoda, és nem is azt mondom, hogy trollkodta, mert nem trollkodta, mert le akarta lőni, csak, és le is lőtte volna külön, hogyha nincs ott a korlát, pont a korlátban megakadt a nyilvessző. Csak valahogy szerencsétlen dolgok összejátszottak, és így elbukták. És ugye ők végig szórakoztatni akarták a nézőket, meg valami izgalmas, meg nem akartak kibújni a saját bőrükből, és valami más játékstílust nyomni, mint amit különben nyomnának, és ez a kempelgetés, ez nem nekik való. Na. Hello, Baci. A
Na igen, szóval ez látszott a mi ízénkből, a mi gépünktől. Utána itt van az, hogy sraudékkal aláíratjuk az egérpadot. Jónás nagyon készségesen haverkodott a példaképével. Hello Dave! Justin meg nagyon-nagyon közvetlen és jó fej volt. És itt van a két Kodi egérpad, amit aláírnak. Először ő, aztán nagy Shroud is. És utána itt van egy pár kép, amin a Jónással fotózkodnak. Nagyon fotogén mindenki. Én nem vagyok ez a nagy szelfizgetős, meg egymással fotózgatós, úgyhogy én nem kihagytam. Na, itt van Shroud a Kodi egérpaddal, ott szorongatja, szegény nem mutathatta a kamerába, mert a szerződése tiltotta. De tetszett neki, ugye ezt megkapta, adtam neki egyet. Reméljük használni fogja, bár valószínűleg nem. Utána a Tweedy is oda ment, őnek is érdemes megnézni a vlogját különben, ő is csinált egy videót az egész, hogy hívják róla, ők ugye kiestek a elődöntőn, és a harmadik napon ő nem játszott, de Shroudot emelgetett, meg a németekkel ott mászkáltak, meg poénkodtak, meg van egy közös képünk is, ugye ő mondta, hogy Kodi Movicon nőtt fel, meg az inspirálta, hogy egyáltalán elkezdjen videókat vágni, és ugye nagyon jó kis videókat vágott, a Nipnek csinált nagyon sok filmet, és nagyon ügyes, tehetséges srác. Igen, hát itt ez a megint a kis streamer gépeinktől ezt láttuk. Ez az egész színpad elején voltunk. Kint Jónás éppen próbál elbújni egy füstölő autó mögött, ami nem sikerül neki. Miután vége lett a meccseknek, azután elmentünk kicsit megnézni. Így ez volt külön a bejárata a Paramount Theaternek. És ja. Ez meg rögtön a mellette lévő utca. És megint megyünk fotózni szerintem. Igen. És ki is mentünk megint. A következő két napban mind a kétszer elmentünk megint a Kerry Parkba, hogy fotózzunk. Na most itt lehet látni azt, amiről beszéltem az elején, hogy amikor kivilágítják a várost, addigra a háttérben Montrainer eltűnik. Egyszerűen alig lehet kivenni. Sorry. Mindenféle utómunkával azért megpróbáltam előcsalogatni onnan, hogy lehessen egy kicsit jobban látni. Van, amikor sikerült, van, amikor nem. Majd az 500 pixel, ami felkerül, azon már valószínűleg látszani fog. Ez másnap megint visszamentünk oda, és ez már a döntő után volt, miután 32-ek lettünk. És akkor innen, igen, megcsináltuk itt a fotókat, aztán visszamentünk, és végül a buliban kötöttünk ki, ahol különben az nagyon vicces volt. Ugye meghívtak minket egy ilyen afterpartira, ami 9-kor kezdődött, mi odaértünk kb. 10-re, és kiderült, hogy igazából nincs, tehát, hogy nem engedik be az embereket, csak hogyha útlevelet mutatnak. A személyigazolványod, amit a saját országodban adtak ki, az nem volt. Hát értem, szóval nem volt Jónásnál ilyen, sőt, egy csomó embernél nem volt ilyen. Nálam volt Alexander Kör. Köszi szépen a feliratkozást és az 5 hónapon. Örülök, hogy tetszenek a képen. Maci, nem tudom, miről beszélsz. Ez Jónás találmány az egész. Nem volt ilyen. Cségó, el van engedve? Nem, nincsen engedve, nyugalom. Lesz majd Cségó, sőt, most azt tervezzük, hogy honvéd edzést fogok streamelni majd valamikor Cségóból. Csak ez még technikai hátterét meg kell oldani valahogy. Na, de kicsit visszatérve az izére. (Gül)
ugye elmentünk arra a bulira, és akkor vissza kellett mennünk a hotelba a Jónásnak a mi az útleveleért, de Jónás nagyon ügyesen eleve vett egy SIM-kártyát, amit ugye most megint megy Amerikába, úgyhogy még mindig tudja, azt hiszem egy hónapig korlátlan internetje van, és egy amerikai SIM-kártya, úgyhogy neki volt végig internet, és mindig meg tudott nézni mindent. A Rainbow Six-ban majd belekóstolom. Valamikor. És visszamentünk a hotelbe, de pont úgy, hogy jött egy busz az úton, tudtuk, hogy az kell nekünk, de szerintem már elhagyott minden megállót, elkezdtünk felé rohanni, ez különben itt a Safeco Field mögött volt, tehát még a focipályától még kijebb a városból, még kijebb, mint a Chinatown, tehát egészen a szélén volt a, hát igazából a belvárosnak a szélén, tehát a város azért még folytatódik jó messzire innen. De azért viszonylag messze voltunk, egy ilyen 10-20 percnyi buszozásra voltunk a szállástól. És leintettük a buszt, aki megállt a semmi közepén, és felvett minket. Kiderült, hogy a buszsofőr kb. Most van először ezen a izén, ezen a járaton, és fel volt neki írva egy cetli, hogy hol kell megállnia, hol nem. Volt, hogy jeleztünk, és megállt. Pedig a következőre akartunk leszállni, mert ott volt a megálló, ahol jeleztünk, ott volt ugyan megálló, csak nem ennek a busznak, de ő azért megállt, hát ha le akarunk ott szállni. Na mindegy, érdekesen működött a sofőr. De végül visszamentünk a Jónás útlevelébe, és akkor beengedtek a partira, ahol állítólag én lerészegettem, de ezt tagadom. Ittunk pár koktélt, meg dumálgattunk emberekkel. Cloud9 HR? Ez izgi lesz. Az a durva különben, hogy oké, hogy én kinézek 21-nek, de a breaket se engedték be, pedig ő is, jó, mondjuk ő talán nem néz ki 33-nak. De csomóan ott voltak, akik hát értelmszerűen idősebbek, de nem igaz, nem részegettem le, nem. Ittam pár koktélt, ennyi történt. Hello, control. Na mindegy, szóval nem tudom, hol tartottam. Lényeg az, hogy ott volt minden, ott lehetett itt célba dobálni, kaptunk goodie bag-et, amit majd valószínűleg megint ki fogok sorsolni. Meg jól el voltunk ott igazából, dumálgattunk a szervezőkkel, meg a Jónás az Shrouddal dumálgatott, meg van ugye Justin az magára ragasztotta az összes ilyen kitűzőt, ami mindenkinek volt. Cségózni mennyit szoktam mostában? Hát, hazudnék, hogyha azt mondnám, hogy sokan. Főleg az edzéseken, tehát a honvéd edzéseken játszom. Ha egyáltalán ott játszom, ha nem, akkor meg ott csak taktikákat elemzünk, meg beszélgetünk. Ja. Na, és akkor még egy utolsó kép itt a izéről. A városról. Ugye ez megint szerintem egy ilyen 25-30 másodperc, és látszik, hogy az óriás kerék az teljesen kiégett, mert ugye ez villogott, forgott, blablabla. Ez a 30 másodperc alatt egy nagy fénygömb lett. Lehet látni, hogy aztán ez az 50-es Obi-val van fényképezve. Ez azért is érdekes, mert más a fényeknek a csillogás az 50-esen, meg a üzén, a 73-százason. Itt szerintem kevesebb fénycsík jön ki belőle, tehát kevesebb szára van a csillagnak, hogy hívják ezt, és kevesebb sugara. Áfonyát eszem. Anyósom adta. Jó kis áfonya. És akkor itt van még egy olyan kép, ami nem olyan hosszú záridő, de ez is viszonylag hosszú, de még nincs is annyira lemenve a nap. És nincs, ugye itt látszik az, hogy ez a kettő között van, amikor már épp, hogy kigyúlnak a fények, már pont nem világítja meg a hegyet a lemenő nap,
Nehéz volt ez fotózni, na, hogy jó legyen. Meg ugye ennek teljesen más színárnyalatai vannak, meg hangulata ennek a képnek, mint ennek. Szia Twini, szia Tracy. Na jó. Szóval körülbelül ennyit a zéről. Szia Kodi, urammal, Corvinus Rex, együtt köszönjük szépen a Goody Baget. Jobbik. Ami ma megérkezett hozzánk Angliába, nagyon örülünk neki. A Donationnel igyekszünk enyhíteni a postai költségeket. További sok sikert neked, és köszönjük még egyszer. Köszi szépen, én köszi. Na, remélem, hogy az elles akkor jó lesz nektek. Mert minden elles igazából abban. Ugye volt benne póló, pulcsi, két póló, egy pulcsi. És remélem, hogy fogjátok is hordani. Jó pofák különben. És igen. Az a sárga póló, az még azon gondolkodtam, hogy megtartsam, vagy sem. Na de köszi szépen a donétet. Marom, meg voltam. Ezt a pólót azért elég macerás, így este szabni. Na, jó, hát szóval ennyi volt a mesélgetés. Úgyhogy, meg ezek voltak a képek. Azban 1200 képet lőttem különben, és akkor ezeket redukáltam 61-re, azt hiszem, és akkor 61 lett. A végeredmény. Ja. Van valami kérdés ehhez, vagy? Ilyesmi. Visszaállunk a chatre. Képeket még szívesen mutogatok nektek, akár az 500 pixelről is, mert fényképekről szeretek beszélni. Meg most úgy látszik, ilyen mesélő stream van, aztán majdnem sokára megy a PUBG. Rendelkezek jogsival, igen. De az egy érdekes történet. Nekem hát kb. 16 éves korom óta van jogosítványom. Borzalmasan rosszul vezetek. De úgy tényleg, tehát úgy, hogy 16 évesen megcsináltam, és akkor próbálgattam szárnyaimat egy aró terepjáróval, amit fateromtól kértem kölcsön. És ez, hát akkor életveszélyes voltam. Mondjuk eleve az arót elég macerást vezetni. Tegyük hozzá. Nagyon kell ott gépészkedni, de nem az erősségem a vezetés. És elmentünk feleségemmel Angliába, és ott kénytelen voltam vezetni, mert azt nem lehetett másképp megoldani. Ráadásul az útnak a másik oldalán. Az is egy érdekes sztori. És PUBG-ben másképp vezetek azért. És az a durva, hogy én konkrétan többet vezettem az útnak a másik oldalán, mint a jobb oldalán. Mert Angliában, nem tudom én, azt hiszem 500 km, akkor kieséget mondani, de szerintem 500 km-t legalább mentünk. És de ott voltunk egy hétig Skóciában, és ott végén vezettem, és mindenhova autóval kellett menni. Mondjuk hozzáteszem, hogy ott könnyű dolgom volt. Várjatok, ezt lehet, hogy meg is tudom mutatni. Nem vagyok profi fotós, csak hobbi fotós vagyok.
Na, pillanatra még megmutatom. Angliába ezzel az autóval mentünk. Az volt, hogy ugye béreltünk autót, és nem, és igazából valami, nem is tudom, Opelt akartam. Csak, hogy automata váltós legyen, legalább azzal ne kelljen szarozni. És az egyetlen automata váltósuk ez a BMW volt. És odaadták nekem, úgyhogy nem tudok vezetni. Hát azt képzeljétek el, hogy megérkezünk a reptérre, és a kezembe nyomják, hát eleve 2 órát kellett várni ott, hogy mire sikerült a kocsit megkapni, de kezembe nyomják a BMW-nek kulcsait, úgyhogy nem tudok vezetni, és nem tudom elindítani az autót. De tényleg, tehát automata váltós autóval nem is vezettem addig még, és úgy kellett ügyesen kiokoskodni, hogy a srác az, mondtam neki, hogy hát figyú, beállítanád nekem, mert egy fedélzeti számítógép, meg fedélzeti GPS, meg minden volt benne, és megkértem a fickót, hogy figyú, állítsd már be nekünk, légy, hogy hova kell mennünk, hogy na, hogy nem teljesen értem, hogy hogy működik ez a fedélzeti GPS, és akkor már ment volna, és akkor megkérdeztem, hogy ja, és még egy apróság, hogy hogyan kell elindítani az autót. Ezt én megkérdeztem, megmondta, és utána elspuriztunk. De hát nem féltették. De különben túléltük az utazást is, meg az autónak se lett semmi baja. Úgyhogy... úgyhogy jó van. De itt különben, hát igen, még a skócai képeket lehetne mutatni. Itt van a... ja, ez is szép hely volt. Megint a kedvenc autóm. Ja. Na jó. Azt mondja, hogy... ja, ez skóca gyönyörű szép volt. Oda is nagyon szívesen visszamennék még. Az elképesztően szép hely. Főleg ez a Sky-sziget, ahol voltunk. Hú, ja, ez az, amiről Jonesy-nak beszéltem. Hogy volt... ezt nézzétek meg. Itt Seattle-ben is volt egy olyan kép, amit láttatok, hogy mindenhol felhő borított minden, és a távolban egy kis részen a tengerre rásütött a nap. Na, a Skóciában ez még extrémebb volt, mert itt már ment le a nap, és a totál a távolban láttunk egy ilyen, a tenger fölött egy ilyen, nem is tudom, tehát ott besütött a nap egy részre, és mindenhol máshol felhő volt. Hát kb. Ilyen, ja. Jesus. Jobbik, oké, okay, mindenki. Különben ismerősöknél voltunk Angliában is. Tehát, vagyis hát Skóciában nem. De aztán London környékén ott ismerősöknél szálltunk. Angel's Landing? Azt tudod, mi az Angel's Landing? Tapek 95. Angel's Landing-en én voltam fent különben. Zion Nemzeti Parkban van. Hát valószínűleg több helyen is van különben ilyen. Hollandiában most csak átszálltunk Izével, Jónással. Szóval nem jártam Hollandiában hosszabb ideig. Terveztük, de nem voltunk. Na, az Angel's Landingről, várjatok, lehet, hogy Angel's Landingről is tudok ezért fotót. Az még egy nagyon durva. Amerika az...
Az olyan kemény hely. Ott olyan izék vannak. Na, itt lehet át, nem tudom. Itt van az álljon. Na, ez az út Angel's Landing fele, tehát itt már fenn vagyunk a Zion Nemzeti Parknak a... Hát nem azt mondom, hogy csúcsán, de az egyik ilyen hegyén. És várjatok? Nem, ez már Angel's Landing, bocsánat, tehát ez már az Angel's Landing. Ez a felvezető út. Itt látszik a felvezető út. Tehát az 500 pixelen meg lehet nézni. A izéket, a képeknek egy részét, tehát nincs fent az összes, mert... De, hogyha Dani olyan kedves, akkor belinkeli. Neki megvan a link. Az 500 pixel, de kb. 500 pixel rákeresel arra, hogy Balastorok, és akkor ott lesz. Na, szóval ez az Angel's Landingre felvezető út. Elég szigorú. Ugye négyen voltunk itt, ez egy kis bókus az Angel's Landingre. Igen. Köszi, Dani. Igen, és ez az Angel's Landingről a kilátás. Ez nagyon durva. És igen, ez is az. Innen fentről. Itt lehet látni a völgyben az autóutat, ami megy, meg hogy kimost a víz az egészen. Ja, itt, na, ez egy tök jó kép erről például. Tehát ez a Zion Nemzeti Park, itt van, bal oldalt látszik ez a... Néha le van rakva egy ilyen kis korlátszerűség, amiben kapaszkodhatsz, de néha nincs. És olyan helyen mész, hogy itt tényleg megcsúszol, leesel, annyi. Tehát ez nem vicc. Én is be voltam szarva. Sőt, egy ideig azt gondoltam, hogy lehet, hogy igazából itt nem kéne végigmenni, mert minek? Mert egyszer lépek csak rossz helyre. Volt, aki mellettem rohangászott. Tehát... Azt nem is értettem. De tényleg ő is egyszer megcsúszik, és szevasz. És akkor annyi volt. Hát nem minden ember okos maradj. Ja, és ez volt a teteje. Tehát az Angel's Landing teteje úgy néz ki, hogy egy ilyen ferde szikla. Itt se éreztem magam azért annyira biztonságban. Mert nem az, hogy lecsúszol róla, mert nem csúszol le, mert ez nem olyan vészesen ferde, tehát egy picit dől. De akkor is, amikor egy szakadék van melletted, és az egyetlen dolog, ami mászkálsz, az egy ilyen ferde izé, az nem egy életbiztosítás. De mondjuk ez is gyönyörű hely. Mondom, Amerika az gyönyörű hely. Megnézem, hogy az 500 pixeles képeket be tudom-e hozni. Azt mondja, hogy azt mondja, hogy ja. Ja. Ja, és akkor itt vannak az 500 pixeles képek. Hát ugye most Berlin az utolsó. Berlinben. Amíg Janiék kerestek egy internet kávézót, addig... Bati, történt már baleset? Igen, Angel's Landingről több ember is leesett már, és meghaltak, hát ott nincs izé. Ott nincs, hogy leesel, és akkor eltöröd a lábad, akkor az szevasz.
Ja, szerv készlettek a képek, kint vannak Facebookon, különben érdemes ott végignézni őket. Na, ez, ja, ez Spanyolország, ez Prága. Nézzük csak, mi az, ami... Ugye itt vannak az angliai képek, amiket láttatok. Ja igen, itt lehet látni ezt a ízét. Ezt nem is emlékszem, hogy ezt kiraktam volna ide, de úgy látszik, kiraktam. Hú, és itt van izé. Ausztria. Ide a nászutunkra mentünk. Nagyon szép hely ez is. Ó, Dani, az kemény. Norvégia különben még egy olyan hely, ahol nagyon szívesen. Az van szerb, hogy a 500 pixelre, tehát kb. Egy-egy útról max. 5 képet rakok fel. A Flickr az meg olyan, amire így öntöd a képeket. Tehát és én ilyen szempontból az Indafotót használom alapvetően. Hát én magyarul beszélek, angolul, meg valamennyit tudok németül különben. Morodúr. Ezek magánutak voltak, amiket itt láttak. Tehát ezek nem versenyek, meg nem izé. Mondom, ez konkrétan nászutunk volt. Ez is egy elképesztő hely. Ausztria. Ausztria, Heiligenblut környéke, most így pontosabban, hát különben, hogyha elmentek az 500 pixelre, ott konkrétan be van jelölve, hogy hol készültek a képek. És Dani folyamatosan spammeli, hogy hol van az 500 pixeles izé. Jó, értem, szerb, csak nem tudom. Tehát én nekem nem tudom, 500 pixelt megtaláltam, akkor még azt gondoltam, hogy hú, de jó lesz, mert majd itt olyan jó képeket csak, hogy ezt majd megveszik, és akkor mit tudom, kinyomtatják, és soha nem vette még senki meg az egyetlen képemet se, ami mondjuk valamilyen szinten érthető. De hogy mondjam, az 500 pixelnek a felülete különben mellesleg nagyon, nagyon igényes, nagyon szép. Tehát az kifejezetten jó. A skót angolra kömény jól állok, mert én fél évet voltam Angliában, és ott minden, tehát skótok is voltak, akikkel dolgoztam, és ja, szóval én viszonylag jól megértem az akcentusokat, mindenfélét. Ez kömény Csobánka. Csobánkán laktam nagyon sokáig. Ez is nagyon szép hely. Ja, 500 pixel meg lehetne venni ezeket a képeket, csak mondom, még eddig senki nem vette meg. De valószínűleg azért, mert mindenki tud. Tehát, hogy nem is tudom. Azért lehet ilyen képeket csinálni, csak el kell menni ezekre a helyekre. Igen, New York meg az másik kedvencem. Az, aki még nem volt, mindenképp javaslom. Nem, különben télen se para a Csobánka. Nem, minden nap para, hogy honnan jársz be. Én középiskolás voltam, amikor oda járt, vagy ott laktunk, és az, hogy minden nap bejárni, az nagyon nem jó. Az tényleg nagyon rossz. Hát nem árt, hogyha van egy jó fényképeződ, igen, de igen, az igazság, hogy egy normális DSLR gép az kell, mert a Jónás is tök jó képeket csinált a gépével, csak azoknak egyszerűen a felbontása, meg a izéje, legalábbis amiket átküldött, az messze, ez nem, tehát a részletessége nincs meg. Ez a durva, hogy ezt egy mozgó autóból fotóztam. Rohantam, hogy nagyon nagy sietségben voltunk, pedig itt gyönyörű lett volna, hogyha van időnk megállni, és ezt lefotózom, hát ez
Elképesztő, hogy milyen dolgok vannak Amerikában. Ez különben megint igen. Bursa. Ja, Eszti közben megmondja nekem, hogy hogy hívjákok? Az osztrák fotók, azok a Hohetauern National Park. Valószínűleg ez a National Park. Hohetauern. Magas, gondolom a Hohetauern. Ja, és New York. Tehát New York-i képek, ezek például nem a 6D-vel, ezek az 5D-vel készültek, volt egy 5D-m a 6D előtt. Már az egy másik sztori, mert az 5D előtt volt egy 4D-m, amit elloptak, a 4D után vettem egy 5D-t, ami az egyik legjobb gép, tehát a nagyon-nagyon jó gép. Annak ellenőrző az a Mark 1 volt, tehát a legelső 5D variáció, és hát fantasztikus képeket lehet csinálni vele. Az is arról volt híres, vagy azért volt jobb, mint a 4D, mert full frame-es. És full frame-es gépek egyszerűen annyival több részletet fognak fel, hogy nem lehet nagyon összehasonlítani őket. Annyira a színmélységük is sokkal szebb, úgyhogy, ja, hát értem szerint drágábbak is, de én használtam, vettem azt az 5D-t, és használtam, vettem hozzá egy nagyon drága objektívet, azt a 16-35-öset, 2-8-as fényerejű, és mit akartam még mondani? Ja igen, utána azt nem gondolom tudjátok, vagy akik a Csés karriámet követik, azok tudják, hogy nyitottam egy kést, pont különben mielőtt a Ausztriába mentünk a nászatunkra, azelőtti hajnalban nyitottam a kést, az egy Karambit Crimson Web volt, és akkor pár hét után azt elcseréltem egy Dragon Lore-ra, és végül a Dragon Lore-t, amikor eladtam, abból vettem meg a 6D-s gépet. A 6D-t. Ja, New York. Ez még a 4D-vel készült kép New York-ban. Ez még egy régebbi. 2009. 2009-ben is voltam ott. Nikon D5100. Az a baj, hogy az most nem tudom, hogy a D5100 az most full frame-es vagy nem, de a Nikonok is nagyon-nagyon jó gépek. Tehát a Canonok, Nikonok, főleg ami ilyen DSLR, ez a D5100, az gondolom, hogy DSLR, és azok mind tök jók. Ja, Isztambul még nagyon szép volt, az egyik kedvenc képem kell a New Yorkban. Nem tudom, ez mennyire látszik, de nagyjából látszik, csak itt is le van vágva a teteje kicsit. Mindegy. Ritkán van, hogy olyat fotózok, amin emberek vannak. Általában olyan képeket csinálok, amin nincs senki. Mármint úgy értem, hogy vagy nem lehet kivenni, vagy ritka az, hogy embereket fotózok. Ja, és ez meg a kedvenc helyem. Hagia Szófia, ez Isztambul. Ez a kedvenc épületem kb. Minden közül. Az igen, Josh. Azt úgy kell. A Times Square-en. Nem is tudom, Times Square-ről van-e fotóid, de szerintem nincs. Nincs. Ez a hotelünk, amikor New Yorkban szálltunk, meg annak a teraszáról lett készítve ez a kép. Mondjuk a hotel. Ja. Egy look volt igazából. De jó magas épületben. Egy kb. Akkora szoba, amiben egy ágy elfér. Nikon D3400. Figyeljetek, arra kell figyelni, 40D volt, igen, tök igazad van, kösz. Tényleg nem 4D volt, hanem 40D.
Igen, és azért is fontos ez, mert tehát a Nikonnál úgy mi a számozás, hogy ami egy számjegyű, azok a full frame-esek, azt hiszem. Ez lehet, hogy hülyeséget mondok. Hát értem, hogy egy, minél kisebb a szám, annál jobb a gép. Tehát az 1D ott a menő. Ja. És a 40D az nem full frame-es volt, az egy nem is tudom, hogy hívják már ezeket, de nem full frame-es. Van egy nagyon jó oldal különben, ahol össze lehet hasonlítani ezeket a fényképezőket, és nem tudom mi az, de tök jó, össze lehet őket hasonlítani. És akkor megmondja, hogy melyik egymáshoz képest milyenek. Azt tudom, hogy én nagyon sokat bújtam azt az oldalt, főleg mielőtt megvettem volna azért 6D-t, vagy kiválasztottam volna az 5D-t. Ja, szóval nem sokára ide az 500 pixelre is rakok fel izéket. A Seattle-i képekből pár kicsit New York, Washington, Charlotte, Miami, Philadelphia és New York. 24 nap. Josh, tudsz élni. Így kell csinálni. Nekünk az volt különben, hogy mi New Yorkba érkeztünk, pár napig ott voltunk New Yorkba, aztán elmentünk Las Vegasba, és onnan mentünk egy körutazást, így a nemzeti parkokban. A Grand Canyontól elkezdve az a Zionig, amit láttatok, meg mindenféle. És aztán végül San Franciscóban kötöttünk ki, mert az ismerőseink ott laktak akkor. És akkor San Franciscóval vissza New York, és New Yorkba meg haza. És nem tudom hány nap volt, de az is ilyen 20, 18-20, nem tudom. Ó, azt mondja, Thor lesz. Nagyon jó a felvetés. Az probléma, hogyha ott van a macis, vagy az pendrive, mert pendrive már nincs. Tehát pendrive az fixen elfogyott, és nem is lesz, amennyire én tudom. Azt mondja, hogy igen. Aha, egy másodperc. Most orvosolni fogom. A Baci, ez olyan dolog, hogy ez a Canon meg a Nikon, én azt gondolom, hogyha nem, mintha én értenék hozzá. Nekem a Canon valahogy sokkal inkább kézre áll, ugye azt szoktam meg, nagyon jó márka, a videóik szarok. Tehát rosszul videóznak. Tehát a 6D-m az nem tudom. Szerintem szar. De Blind megerősít, hogy igen, vagy azt mondja, hogy nem. Szerintem amit a Janiék használnak, az a, nem is tudom, valami Sony, vagy mit tudom én, micsoda, az videózásra szerintem jobb. De fotózásra én azt gondolom, hogy a Canonnál nincsen jobb. Még az is lehet, hogy a Nikon az jobb. De hát már itt úgy értem, hogy videózásra. Igen, a 6D az fotózásra való, igen. Ezt akkor Blá is meg tudja erősíteni. A 6D az nem full HD-ban vesz. Mármint 720p-t csinál 50 fps-sel szerintem. Tud nagyobbat is, de azt meg 30 fps-sel azt hiszem. De nem kifejezetten videózásra való. Csináltam pár videót izével, 6D-val, de szóval egyik se olyan, amire azt mondanám, hogy na akkor ez. Hozzáteszem, más nem nagyon próbáltam, csak látom, hogy mások miket csinálnak. Milyen videókat, meg. És látom, hogy az nem ugyanaz, azt mondja, hogy pendrive. Hát sajnos pendrive-ot ki is szedjük. Na szóval még egyszer köszi szépen a megjegyzést a pendrive-val kapcsolatban. Jó, majd lesz még
talk show stream, akkor nem mindig van miről beszélni. Hát most éppen volt miről. Most éppen volt az izének a kapcsán, Seattle kapcsán. Munyos, igen, készül a cikk róla, és nem sokára meg lesz, és a kodiakcsigo.com-on kint lesz majd, meg a Facebookra is kirakom biztosan a billentyűzetről. Most azért az van, hogy Eszti mégiscsak jobban szereti a Scissor Switch-eset, úgyhogy most visszaraktam a Cougart, de azért nagyon jó, hogy megvan ez, mert még fogom használni szerintem. Tehát, hogy mondjam, versenyszerű játékra azért jobb, hogyha az ember egy mechanikus billentyűzetet használ. Kevesebb hiba lehetőség, biztosabb kontroll, jobb. Főleg, hogyha van választási lehetősége. Molotov koktél? Nagyon jó a kérdés, és van ilyen oldal. És mindjárt meg is mutatom neked, hogy melyik az. És csak azért nem azonnal mondom, mert biztosra akarok menni, de van nagyon nagy... Tehát van egy olyan fotós oldal, az a gyanúmkörül, hogy a Pixinfo az, de mondom, nem akarok hülyeséget mondani, mert én már viszonylag rég jártam ott. Lehet, hogy nem a Pixinfo, az mindjárt mondom. Azért is megtalálom, csak már mondom, elég rég jártam, de nagyon jól bemutatja az összes dolgot, amit a fotózásról tudni kell. Az 500 pixelnek is különben nagyon jó cikkei vannak, de azok angolul vannak, és általában specifikus dolgokról. És a Pixinfo lesz az. Ja, csak túl vagyunk a tesztelésen, és Eszter teszteli. Ő mondja meg, hogy mi van. Egy másodperc. Megkeresem akkor is.
futóelmélet, ez lesz az. Ja, azt hiszem ez az. Mindjárt adom a linket. Igen. Tehát, hogyha igazán bele akarsz menni, lehet, hogy egy kicsit sok, de itt az összes ilyen cikk a fotóelmélettel kapcsolatban, a Pixinfon, ezek nagyon-nagyon jól elmagyaráznak mindent. És hogyha komolyan akarod venni, akkor érdemes átolvasgatni őket, hogy mi hogy van, mire való a blende, mire való izért. Mondom, egy része azért viszonylag bonyolult lesz, de nem kell, tehát a bonyolult rész mellett is meg lehet érteni, szóval nem kell az összes izért, egyenletet, meg akármicsodát tudni hozzá, amellett is meg lehet érteni, hogy mi, micsoda. Igen. És aztán van még különben a photos.hu-n is egy csomó cikk. Ezek talán egy kicsit egyszerűbben magyarázzák el a dolgokat. Ezen is érdemes keresgélni. De én ezt a Pixinfos fotóelméletet javasolnám, mert az elég komolyan lefed mindent. Mindent, ami érdekes lehet. Nincs mit. És Daninak meg külön köszönöm, hogy linkelgeti ezeket. Na, jó, hát figyeljetek, most hiszem kidumáltuk magunkat. Nézzük, miből élünk. Még egy dolgot gyorsan itt megnézek. Bajban leszek. Jó kis nosztalgia, PUBG Duo. Figyelj, lehet, hogy az van, hogy... Connected. Nem, az a baj, hogy megleszünk most. Mert akkor én most becsatlakozok Stavékhoz, és megyünk egy kis squadot. Bár szólóhoz is lenne kedvem, úgyhogy lehet, hogy majd lehet, hogy ha Stavi lelép, akkor meg átmegyek szólóba.